A felújított Szűz Mária szobor megáldásával kezdődött el az idei káli búcsú, melynek szent miséjét Artner Péter káli plébános meghívására Lengyel Ervin, a luandai apostoli nunciatúra első titkára tartotta. Nagyon ritka alkalom az, hogy valaki szent szék képviseletében külföldi szolgálat alatt, de itthon tartson szent miséjét. Ritkán járnak haza a szent szék képviseletében élők, hiszen távoli országokban szolgálnak. Az, hogy Monsignor Dr. Lengyel Ervin, pápai káplán, angolai nunciatúrai titkár jött el hozzánk, ez egyrészt a kettőnk közti régi barátságra is visszavezethető, másrészt meg valóban az, hogy ő pont itthon volt Magyarországon, és el tudta fogadni ezt a meghívást, hogy eljöjjön hozzánk. Ez a szobor jelzi, hogy milyen és mekkora a boldogságos Szűz Mária kapcsolata Krisztussal és egyházával. Szűz Mária ugyanis a látható Krisztusnak, a láthatatlan Isten képmásának édesanyja, de maga is képmás, az egyház előképe, amiben az egyház tagjai örömmel szemlélik azt, amivé maguk is egészen kívánnak lenni. Káli hívek adományából újítottuk fel ezt a Mária szobrot, az utóbbi néhány hónap alatt a környék rendezésével, az egész Mária szobor újrafestésével, hibák, vakolatörmelékek javításával sikerült széppé tenni és méltóvá varázsolni, hogy Szűz Mária Isten anyja és a két apostol fejedelem megfelelőképpen tiszteletet kapjon itt a káli hívek közösségében. Az apostoli szentszék diplomatája szent beszédében az egyházközség két védelmezőjéről, Szent Péter és Pál apostolról, valamint példájukról elmélkedett. Mint mondta, Jézus Krisztus az evangélium által ezen az ünnepen arra hívta a jelenlévőket, hogy legyenek tanúságtevők, mint Péter apostol, mert Jézus nem véleményvezéreket akar. Az élet fontos kérdéseivel kapcsolatban nem véleményekre van szükség, hanem olyan emberekre, akik életüket Jézus megvallására, az evangélium értékeire helyezik. A mai ünnepen Jézus Krisztus az evangélium által arra hívta meg bennünket, hogy legyünk tanúságtevő őróla, az ővele való találkozásról, és tanúságtevő az evangéliumnak az értékeiről. Hogy a keresztény ember ajkáról, amikor elhangzik az, hogy miben hisz, miért hisz, nem mint vélekedés hangozzon el, hanem mint tanúságtétel, amely az egész életét befolyásolja. Lengyel Ervin 2011 óta dolgozik diplomataként az Egyetemes Egyház szolgálatában, jelenleg Angolában szolgál. Rálátást nyerhetek valóban az egyháznak az egyetemességére, hiszen az egyháznak ebben a központi intézményekben, a vatikáni intézményekben a világ különböző népeiből, nációiból dolgoznak papok, püspökök, és gyakorlatilag így ez egy nagy nemzetközi csoport, egy nagy nemzetközi együttműködés is. A Magyar Katolikus Egyház munkáját az a helyzet, hogy mivel hogy távol élek, nem tudom úgy rajta tartani az ujjamat az itteni dolgokra, az a magyar egyház lüktetésének pulzusára, de úgy látom, hogy sok új kezdeményezés van, és igyekeznek bekapcsolódni mind az egyetemes egyháznak a kezdeményezéseibe, mint az irgalmasság éve, de ugyanakkor nagyon jól próbálják a helyi értékeket is megmozgatni, a helyi értékeket is megjeleníteni, ahogy idén a Szent Márton évnek a rendezvényeit láthatjuk. Tehát úgy látom, hogy egyensúlyban van az egyetemes egyházzal való élet, az egyetemes egyház közösségével való élet, és a helyi értékeknek az őrzése és megvalósítása. Melyek azok a legnagyobb problémák, legsürgetőbb problémák, amelyekről nap szembesül? Jelenleg Angolában dolgozom, ami egy nagyon nehéz sorsú nép, nagyon nehéz sorsú ország. 40 évig állt az ország polgárháborúban. Először is egy portugál gyarmatosító hatalom elleni háború volt, majd később egy valódi polgárháború az országon belüli pártok között, ami 2003-ban végződött. Jelenleg ennek a polgárháborúnak a hatásait még érzi a társadalom.
vagyis az intézményeknek a hiányosságai, hiszen egy 40 éves háborúban elképzelhetjük, hogy az oktatási ügy, az egészségügy nem tud úgy olyan stabilan dolgozni, mint békeidőben. Sok volt a belső migráció, a belső vándorlás, ami megváltoztatta a társadalomnak a szerkezetét. Sok gyökértelenséget látunk, sok új városnegyedet, ahol most forranak, most épülnek a közösségek. És ugyanakkor fontos probléma, vagy fontos kérdés a társadalmi kibékülés is, hiszen itt polgárháborúról van szó, tehát vannak győztesek és legyőzöttek, de most jelenleg ennek az országnak együtt kell a jövőjét építeni, és a katolikus egyház nagyon sokat dolgozik pontosan a társadalmi megbékélésért is. Nagyon sok programja, projektje van a katolikus egyháznak különböző intézmények által, a társadalmi párbeszéd és a társadalmi megbékélés előmozdítására, és így az ország társadalmának, a népnek az erősítésére. A közöny talán inkább a nyugati vagy a gazdag világra jellemző, amikor talán van egyfajta érdektelenség azok iránt, a témák iránt, azok iránt, az értékek iránt, amiket az egyház hirdet. És talán inkább a nyugati világunkra jellemző az, hogy az egyháznak amellett, hogy egy több évezredes tanítást hirdet, valami olyan módon kell ezt hirdetni, hogy mindig érdekessé váljon, mindig meghívóvá váljon, mindig megszólítóvá váljon, mindig meg tudja szólítani akár a nyugati embert is, akár azt az embert, aki a technikai civilizációban él, és talán kényelmes az élete, talán nagyobb biztonságban érzi magát. Az egyháznak meg kell mutatni azokat az értékeket, amiket vall, amiket hirdet, azokat az értékeket, lelkiértékeket, amelyeket felkínál ennek az embernek, a modern társadalom embere számára. A káli búcsú körmenettel ért véget.